A Fidesz kormány évek óta mondja, hogy Magyarország önálló, vagyis szuverén állam, de ez csak annyit akar, hogy az Európai Unió alapértékeit nem hajlandók figyelembe venni. Oroszországgal viszont rendkívül szoros viszonyt ápolnak. Orbán Viktor miniszterelnök rendszeresen találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Szijjártó Péter szinte hazajár Moszkvába, az oroszokkal kötött szerződéseket pedig évtizedekre titkosították. 2023-ban létrehozták a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, ami évi 6 milliárd forint közpénzből működik. A hivatal putyini mintára vizsgálatot indított korrupció ellenes civil szervezetek és a független sajtó ellen. Közben a miniszterelnök tanácsadója azt mondta, hogy Ukrajnával ellentétben Magyarország nem védekezett volna egy orosz katonai támadással szemben. Nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség. Oroszországtól tehát nem féltik hazánk szuverenitását, csak a kormánykritikus hangokat akarják elhallgattatni.